Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban arról lesz szó, hogy többen kértétek, többen írtátok, hogy, hát, hogy milyen billentyűzetet használok, és ugye én már annó így ígértem, hogy gyakorlatilag szeretnék csinálni egy bemutató videót a billentyűzetemről, de még nem volt rá alkalom, vagy nem értem rá, de mindegy, ez a mai napig várt. Szóval, nekem van egy Asus ROG ROG Claymore billentyűzetem. Ez nem új billentyűzet, bármint úgy értem, hogy ez már 2016-2017 körüli billentyűzet, tehát ez nem új, ez már egy ideje gyártják, de mai napig szerintem az egyik legjobb billentyűzet. Nekem ezelőtt egy Razer Deathstalker a billentyűzetem volt, low profile-os billentyűzet, ami azt jelenti, hogy ilyen nagyon lapos volt a billentyűnek a járása. Hát ez közel sem olyan. Na most erről a billentyűzetet tudni kell, nincs benne egyébként. Csak mondhatom, hogy nagyjából mi van a csomagban. Oké, szóval a billentyűzet ugye nagyjából úgy néz ki, hogy ebben van benne. Itt, illetve lehet megvásárolni a külön konzol nélkül is a billentyűzetet. Erre majd rátérek. Ez alatt pedig van egy ilyen rész, ahol van egy elrejtett ilyen kis táska, Republic of Gamers feliratú táska. Nagyon király, bele tud rakni billentyűzetet, szóval őrület, meg ide is. Szóval esetleg magad akarod vinni, akkor megteheted a Republic of Gamers táskába. Szuper! A billentyűzet és billentyűzet között viszont rohadt nagy különbségek vannak. Én nem hittem volna egyébként, hogy ekkora különbségek vannak. Rólam tudni kell az, hogy én úgy használok valamit, hogy ha használom, vagy mielőtt megveszem magamnak, rengeteg videót, illetve review-t, meg véleményeket szoktam nézni az adott termékről. Ez azt jelenti, hogy csak úgy nem fogok venni valamit magamnak, nyilván, hiszen annak van funkciója. Tehát nekem semmi olyan nincsen konkrétan, semmi olyan termékem, amit ne használnék ki maximálisan. Ez azért fontos, mert egyrészt így, ha bár drága, de tudsz vele spórolni, mert nem szart leszel. Lényeg az, hogy van ez a kis billentyűzet. Ez konkrétan, megmutatom, ennélkül, a kis konzol nélkül meg tudjátok venni, ezt most kiderakom. Szóval, ez maga a Claymore billentyűzet. Lesznek közelik is természetesen. Ez a... Biztos láttatok már review-kat, nincs is jelentősége, csak gyorsan szeretnék egy ilyen beszámolót, egy élménybeszámolót mondani a billentyűzetről. Maga a billentyűzetnek a felépítése, ez itt fém. Vagyis, de fém. Ja, fém. De nem alumínium fém, hanem jó, tehát erős, nagyon erős anyag, nagyon erős fémből van. Így aztán gyakorlatilag semmi kilengése nincs oldalra, tehát így nem tud megcsavarni a billentyűzetet. Ezt úgy hívják ezt a billentyűzetet, ha így ránéztek oldalról, hogy shield lesz billentyűzet, ami azt jelenti, hogy beláttok a switchekre benne. Látjátok? Oldalról meg. Tehát az összes oldalról. Ez kurva jól néz ki egyébként, de ami a igazából nem is tudom, hogy pontosan mit cél szolgál, de az biztos mondjuk, hogy például könnyen hozzáfértek ugye a switchekhez. Ez alatt azt értem, mondjuk itt a billentyűzet, fogod, kiveszed a izét, nyilat, tessék, ott a switch. Könnyen hozzá lehet férni, könnyen lehet cserélni, visszarakod, szevasz. Én azt mondom nektek, hogy ha billentyűzetet vesztek, mindenképpen gondolkodjatok el, hogy mire fogjátok használni. Ha rendszeres használat és mondjuk gépeléshez kell, akkor én azt mondom nektek, hogy mindenképpen gondolkodjatok el valami normális minőségű. Az, hogyha mondjuk bekapcsoljátok a gépet egy nap, itt, vagy hetente kétszer, nem kell ilyen billentyűzet, nyilván se ilyen, se valami ennél komolyabb. Mondjuk nem tudom, hogy van ennél most komolyabb, biztos, hogy van, mert napról napra csinálnak komolyabb dolgokat, de én ezzel teljesen egyébként maximálisan meg vagyok elégedve. Szóval a lényeg, hogy én nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen billentyűzetem legyen. És azért jutott erre a választás, egyrészt a formája, az valami eszméletlen jól néz ki, de tényleg, ez kurva jól néz ki ez a billentyűzet.
Ja, persze RGB-s, tehát RGB színekbe lehet állítani az egészet, úgy ahogy van. Nagyon tetszik ez a logó, ez az Asus logó, akkor ez a hát nem is inka, vagy azt tudja milyen motívum így végig bele gravírozva így végig a billentyűzeten, még ebbe a kis külön konzolba is. Szóval én nem tudom, nekem annyira átjött az egész, annyira jó a billentyűzetnek a fogása, annyira kényelmes használni, annyira jó a response time-ja, hogy valami eszméletlen, és észreveszitek a különbséget. Tehát nem úgy van, hogy jó a billentyűzet, igen, billentyűzet az billentyűzet, viszont kurva nagy a különbség billentyűzet és billentyűzet között. Én se hittem el mai napig, illetve addig, amíg én ezt meg nem vettem magamnak, és utána így lesokkoltam, hogy azt a kurva. Tehát, hogy ekkora a különbség, és ekkora a különbség. Jó, most nem azt mondom, hogy mondjuk ha te neked membrános billentyűzeted van, akkor játszhatatlan az összes játék, mert egész idáig azzal játszottál, és mégis jó kijeid voltak. Persze, én ezt értem. Én csak azt mondom, hogy rettenetesen más ilyenen játszani, meg membrános billentyűzeten. Úgy, hogy membrános billentyűzete is kurva jó vagy. Én azt mondom nektek, és azért fontos ez, amit én most gyakorlatilag szeretnék elmondani, mert én nagyon szkeptikus voltam ezzel a switches, tehát a mechanikus billentyűzetekkel. És igazából a mai napig nem mondom azt, hogy ez megéri az árát, mert nem. Mert ha valami emberi áron találtok valamit, akkor azt mondom, hogy oké, hát ez közel sincs emberi áron, viszont ha megveszed, akkor kurvára fog tetszeni. Másik, csak úgy kitérek rá, szóval ugye, melyikkel is? Ezzel, aha. Többfajta beállítás van, most nincs fönn az Asusnak a szoftvere, most ezzel egyébként a másik laptopról van rákötve ez a billentyűzet. Tehát itt tudjátok váltani, hogy milyen effektet akartok bele. Tehát így, vagy akkor ilyen legyen, ilyen hullámos legyen ugye az egésznek a világítása, tehát hogy így megy. Tudjátok többfajta képpen, hogy váltogassa a színeit, stb. És akkor, hogyha ezt egy rádugott oldalról így bele lehet csúsztatni, akkor viszont ott lesz a külön kis konzol, ami egyébként itt van egy görgő, és megint csak kurva jó ötlet, ugye ez hangosító. Ha meg benyomod, akkor kattan egyet, akkor viszont azonnal némit. Rohadt nagy segítség megint csak, nem kell FN meg nyomkodni, meg lerakni altabbra a játékot, és lealkítani, nem csak így ezzel lehet halkítani, hangosítani, meg némítani. Kurva jó. Anyaghasználat, hát az igen, tehát ezt elmondtam, hogy az brutti. Egyébként ez a saját beállításom, ez megjegyezte saját magának belül, van egy ilyen kis memóriája, hogy akárkinek a gépére kötöd rá ezt a billentyűzetet, ez mindig így fog világítani, és ilyen beállításai lesznek. Úgyhogy anyaghasználattal kapcsolatban én azt mondom nektek, hogy ez valami zseniális, tényleg. Nagyon tetszik, tudom ajánlani tényleg ezt a billentyűzetet mindenkinek, főleg gamereknek, bár igazából tök mindegy, hogy gamer vagy, vagy nem, ha szeretsz egy billentyűzeten írni, vagy kényelmes, akkor, vagy szeretsz, hogyha kényelmes képelni egy billentyűzeten, akkor ezen mindenképpen az. Red switches, nem tudom mennyire tactile, ehhez nem értek annyira, hát hallgassátok meg, szóval ennyire tactile. Szóval ilyen a hangja. Na most ez nem olyan hangos egyébként, mint gondoljátok, szóval nem kelti fel a szomszédot, vagy ilyesmi. Ha igen, akkor megverem. Viccelek. Nem, szóval az, hogy nem olyan hangos, mint hallatszik, plusz amikor játszol, VS, AD, Shift, Space. Szóval nyomod a W-t. Szóval nem kelt fel senkit. Ha ütöd, mint a disznó, vagy gépez, mint az állat, akkor nyilván van hangja, egyébként teljesen ellenyésző. Nem is igazán tudom tulajdonképpen, hogy mit tudnék így hozzáfűzni még. Ja, tudni kell ugye az Asus ROG-ről, hogy ugye van ilyen, hogy ROG Sync, ROM Overclock, CPU Overclock,
enterre be tudod kapcsolni a gépet. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk neked van egy asztali géped, ami nekem nincs, és van egy Asus Rampage alaplapod, csak mondtam egy példát, meg nagyjából, hát gyakorlatilag az alaplapnak kell Asusnak lennie, körülbelül így, nagyjából ennyi, és rá van kötve ez a billentyűzet, akkor annak a BIOS-ába beállítod azt, hogy így van a billentyűzet, ki van kapcsolva a gép, el van rakva a gép valahol, mert te valami minimalista stílust követsz, ami egyébként kurva jó lehet, tehát akkor csinálsz egy olyat, hogy Enter, és beindul a gép. Mivel hogy ez támogatja azt, hogy bebutoljon egy Enter nyomásra, vagy egy FN Enterre a gép. Hogy már hogy Asus alaplapod van. Szóval ez kurva jó. Hát igazából ilyen feature-ök, amik pluszban még így vannak, amit ugye én jelenleg nem tudok kihasználni, mert én ugye laptopról játszom, és az meg MSI. Szóval. De a lényeg az, hogy tudom ajánlani ezt a zseniálisan jó és szép billentyűzetet. Nem tudok még mit elmondani róla igazából, ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és legközelebb találkozunk. Jók legyetek, szevasztok!